Meghallgatnánk az ügyészek magyar Pétert, aki bizonyítékokat ígért, de nem mutatott semmit. Az Origó beszámolója szerint magyar Péter akkor kezdte a fenyegetőzést, amikor kiderült, hogy a hvg megjelenik egy cikk, amely beszámol egy korábbi veszekedéséről egykori feleségével, Varga Judittal. A tegnapi meghallgatás kapcsán a kormányzati tájékoztatási központ azt írta, magyar Péter a kormányon akar bosszút állni, amiért elhagyta a felesége és elveszítette kormányzati megbízásait. Állításai alaptalanok, minden, amit mond, üres szóbeszéd. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője pedig úgy reagált, amit Magyar Péter csinál, az csak üres locsogás, fecsegés, nem más, mint egy sértett ember vagdalkozása. Magyar Péter szerdán 10 óra előtt nem sokkal érkezett a fővárosi nyomozó főügyészségre. A hatóság azért idézte be meghallgatásra, mert az elmúlt időszakban több interjúban és a közösségi oldalain is azt állította, hogy a kormány tagjai is érintettek egy korrupciós ügyben, ami reállítása szerint bizonyítéka is van. Varga Judit volt férje kedden az ATV-ben azt is mondta, olyan bizonyítékokat fog majd bemutatni, ami után a kormánynak 24 órán belül le kell mondania. Konkrétan ki mit és ki, ki A szerdai meghallgatás után Magyar Péter egy rövid sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, több mint négy órán keresztül hallgatták meg az ügyészek. Elmondta, három állítást is tett, azonban bizonyítékokat nem vitt magával, ezért az elmúlt napokban hangoztatott állításait nem tudta bizonyítani. Magyar elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni. Így reagált Varga Judit volt férjének ügyészségi meghallgatására a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté az ATV.hu megkeresésére azt mondta, a történtekért a kormányt és annak egyes tagjait okolja. Ezért vádaskodik, de amit csinál, az végső soron csak üres, locsogás, fecsegés. Nem más, mint egy sértett ember vagdalkozása. A kormányzati tájékoztatási központ azt írta, Magyar Péter a kormány akar bosszút állni, amiért elhagyta a felesége, és elvesztette kormányzati megbízásait, állításai alaptalanok, minden amit mond üres szó beszéd. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter már az országgyűlésben is elmondta, hogy Sadl györgyöt nem ismeri, nem találkozott vele, és nem is beszélt vele soha. Magyar Péterben mindig volt egy erős frusztráltság, hogy miért nem ő lett a miniszter. Ezt mondta most a Mandinernek az igazságügyi minisztérium egyik volt munkatársa, aki éveken keresztül közvetlenül Varga Judit mellett dolgozott. A volt minisztériumi munkatárs hosszan beszélt arról, hogy magyar hogyan nehezedett rá az ő életükre, szakmai munkájukra is. Elmondta például, hogy már mielőtt elvállalta volna a munkát a korábbi tárcavezetőnél, figyelmeztették arra, hogy vigyázzon Magyar Péterrel. Biztosan mindenbe bele akar majd szólni, mert nehezen viseli, hogy a felesége többre vitte. Arról is beszélt, széles körben tudták, hogy Varga Judit és korábbi férjének házassága viharos volt. Szavai szerint egyértelmű, hogy ezért elsősorban a gyenge mentális állapotú magyar Péter felelt. Elmondása szerint arra is volt példa, hogy a miniszter feldúltan érkezett be a munkahelyére, és elmesélte, hogy Magyar Péter milyen válogatott szidalmakkal próbálta ismét megalázni. Varga Judit korábbi munkatársa a Mandinernek azt is mondta, Magyar Péter folyamatosan felesége érdemeit próbálta kisebbíteni, és úgy beállítani, hogy mindent, a karrierjét is neki köszönheti. Úgy fogalmazott, idézem, Péterben mindig volt egy erős adag frusztráltság, a tekintetben, hogy miért nem ő lett a miniszter. Éppen ezért próbálta Varga a Judit miniszterségét úgy értelmezni, mintha ez kicsit rá is vonatkozna. A Mandiner forrása hozzáteszi, nem véletlenül osztotta meg minden volt kollégája Varga Judit bejegyzését, amiben egy családon belüli erőszakkal kapcsolatos videót tett közzé, bár ezt senki nem kérte tőlük. Azt is mondta, az évek alatt látták a miniszteren, hogy a mindennapjai hasonló körülmények között telnek.